A bajmoki központi temető rendezését tavaly áprilisában vette át a szabadkai Pogrebno temetkezési közvállalat. Tájékoztatásuk szerint egyik legnagyobb gondjuk a helyhiány, amire már régóta figyelmeztettek. A polgárok nagy része már megvette előre a sírhelyet, egyedül a temető rendezétségével nincsenek maradéktalanul megelégedve. Aki nem veszi meg a sírhelyet, azt akkor valahova férjét tevet félretemetik. Aki a papoknál megveszi, az akkor megvan a saját helye, és oda temetik. Férjemnek volt egy jó barátja, és attól megvette a kriptát. Így történt. Mind meg megcsináltattuk. A Gyúri család a családfő halála után azonnal megkezdte a temetkezés intézését, annak reményében, hogy minden rendben lesz. Elmondásuk szerint az orvosok a sikertelen újraélesztés után 23 óra 30 perckor megállapították a halál beáltát. A szabadkai temetkezési vállalat munkatársai az éjszaka folyamán kimentek a helyszínre és elmagyarázták a teendőket. A holtestet elvitték, a rokonok pedig másnap reggel bementek az illetékesekhez, ahol megvásárolták a sírhelyet és a temetkezéshez szükséges dolgokat. A megbeszéltek szerint másnap elmentek a temetőbe, ahol a temetőcsősz várta őket. Két lehetséges helyet ajánlott. Az első a sor végén, egy félre helyen, a második pedig egy új sor elején. Miután fél óra várakozás után sem érkezett meg az illetékes személy, a temetőcsősz javaslatára a második helyet választották. A helyszínt azonban nem mutatta meg. A temetés napján azonban megdömbenve látták a családtagok, hogy a sírhely egy kukorica földön van. Azonnal magyarázatot kértek a közvállalattól, ahol megígérték, hogy két napon belül rendezik a területet. Miután mindez nem következett be, a család a bírósághoz fordult, és egy millió dinár kártérítést kérnek, írta korábban egy szabadkai hírportál. A családtagjai elfoglaltságokra hivatkozva adásunkig még nem nyilatkoztak. A szabadkai temetkezési közvállalat a bírósági eljárás ideje alatt nem kívánt nyilatkozni az ügyben.